Szép jó estét kívánok! Igazából most értem haza, mert a barátaimmal voltam tárcozni, meg biliárdozni, de abban bízom, hogy ma Oliver végig alussza az estét. Lássuk, kivel találkozunk itt legközelebb. Szerintem Romival. És Oliver harmadjára kell. Rami viszont elsőnek ment neki az ajtónak. Szóval továbbra is így zajlanak nekünk az éjszakáink. 8:30-kor aludt el Oliver. Hát és sajnos általában úgy van ilyenkor, hogy 4:12, 3:12-kor kell először, a 2 óra fele, 4 óra fele, és akkor reggel. És ez most sincs másképp. De majd nem akarom felébreszteni egy picit, úgyhogy majd holnap reggel világosban mesélek egy picit többet erről. Én is majd holnap reggel. Mesélni megyek, amúgy kicsit alszok. Dani meg csak azért jött át, mert itt a kamera, hogy egy kicsit bohóckodhasson. Egyébként ott turmolna, csak mondom. Ez nem igaz. Persze. Na milyen lett a sütim? Ennyi kelés után mindig megéhezik az ember. Azért szoktam néha Ramit átkísérni. De milyen ennyi kelés? Most jössz először. Azért szeretek kelni, csak hosszú, amikor szoktam mindig enni valamit. Na, szóval, az a forgatókönyv, hogy mindig reggel 4-ig, 5 óráig én csinálom az éjszakákat, és akkor reggel átveszi Dani, hogyha ilyen 6-7, fél 8 fele kell Oliver, akkor már is szokott átvenni érte, hogy én egy kicsit tudjak pihenni, és mindig reggel utána, egy óra alvás után hozza nekem Olivert. Remélem, hogy ez most is így lesz, ugye Dani? Alszik, látjátok, alszik most is. Jó reggel van. Hát, szia! Hát, ki van itt? Köszönjük a mamának az asszisztálást! Úgy volt, hogy Dani, te veszed át a reggeli műszakot, Oliver 6:30-kor kelt, és nem volt hajlandó kikelni az ágyból. Mi történt veled, hogy ilyen fáradt vagy? Hihetetlen. Nem segít semmiben. Látjátok, már teljesen megváltozott minden. Nem kapok kávét, nem kapok reggeli, semmit nem kapok. Az én videómban az olyan lesz, hogy ott kapsz kávét. Aha, nagyon jó. Reggelit. Örülök neki, de nekem mindenki most mindenki a saját videójában a másikat látja el, úgyhogy most ahogy én hiányolom a kávét. Nagyon hiányolom. Te ne hiányold a kávét. Finom kávésüteménnyel együtt. Jó van. Megvárom. Ugye egyébként annyira furcsa, hogy most sokkal fáradtabb vagyok. Én is. Mint hajnal 5 órakor voltam, akkor tök fit voltam, úgy éreztem, hogy simán, nagyon nehezen aludtunk vissza, simán fel is tudnék kelni, és ehhez képest most reggel 8 órakor, vagy mennyi van most, 9? Mennyi ez idő? 8 óra. Akkor meg nem tudok felkelni. Egyébként a tegnap esténk, amit most láttatok, ez teljesen zökkenőmentesen történt. Nagyon rég volt már ilyen, hogy én Olivert megetettem, és rögtön vissza is tudtam tenni aludni a kis ágyába. Általában ez úgy szokott történni, hogy a 2 órási ébredésnél vissza tudom tenni. A 4 órási kelésnél ő már nem szeretne visszaaludni, tehát hiába etettem, ő nagyon szokott sírni, vagy nem tudom, mi történhet ott, de hát ő nem akar visszaaludni. Vagy visszaalszik a kezemben, ez a másik verzió. Csak nem tudom letenni a kis ágyban. Van, hogy 4-szer próbálom meg letenni, és mind a hányszor én megpróbálom leforgatni, ő mindig megébred. Ja, csibész! Jó reggelt, kezdjük a játékot!
Na nézzük, hogy mit rejt a kerdus melós. Ma reggel megajándékoztál egy jó nagy csoki nyuszival? Hm? Kicsi. Mehet a kaki vonat? Nézzük. Hihihi, jaj. Olivér. Hát Mizu. Figyelek. Komoly. Mit mondasz nekem? Hm? Mit mesélsz? Ügyes leszel ma edzésen? Nem. Pedig már nagyon gyors, nagyon-nagyon-nagyon közel vagy hozzá. Csak egy kicsit lusta. És kérem szépen, meg is vagyunk. Tiszta. Na, gyerünk. Olivier intolásra készen. Tényleg edzésre? Azt hiszem, valaki elfáradt a tornán. Mi pedig rendületlenül megyünk tovább, és képzeljétek el, hogy most egy kicsit úgymond kirándulunk. Igazából telket nézünk, mert Danival majd hát szeretnénk valamikor családi házba költözni, mert szeretnénk, hogy a gyerekek, hogy a jövőben a gyerekek kertben nőjenek fel, és persze ez nem mostani... Nem a kertben, azért lesz szobájuk. Igen, lesz szobájuk is, de hogy azért ki tudjuk őket zavarni a kertbe is, arról van szó. És ehhez már most igazából elkezdtünk telkeket nézni, csak kíváncsiságból, hogy mi újság, hogy van-e lehetőség, meg hogy milyen telkek vannak. Nem mondok erről még semmit, mert nincs is mit, de hogy most megyünk egyet megnézni, csak úgy. Kocsikázunk egyet. Kocsikázunk egyet, Olivier úgyis szeret aludni az autóban. Tornára egyébként heti egyszer járunk ide a tornadórához. Ez úgy alakult ez az egész, hogy mikor még picike volt Olivier, akkor én észrevettem, hogy nagyon sokat homorít, illetve így hátra felfelé néz, és akkor kerestem fel a Dórit, hogy ez van, és akkor megnézte Olivier, és kiderült, hogy Olivier feszes baba, feszesek a hátizmai, és például ezért is nem szerette annó az adamóhintát. És akkor ezt korrigálta Dóri, és azóta amúgy imádja a hintát is, illetve ezt a bölcső helyzetet is. És azt beszéltük meg Dórival, hogy amíg nem fog kúszni Olivier, addig heti egyszer fogunk hozzájárni. Tehát a szumma az, hogy Olivérnek nincsen semmi baja, csak ezeket a kis apróságokat kellett neki javítani, és hát nagyon szépen fejlődik. Imádjuk amúgy ezeket az egy órákat, amikor csak Olivérrel foglalkozhatunk, és nézhetjük azt, hogy hogyan tornázik. Amúgy ez egy nagyon meghitt egy óra, amit itt töltünk nála. Na de, meg is érkeztünk, úgyhogy nézzük azt a telket. Hát ez az első, amit így megnéztünk. A következő telek az nem jött be. Egyelőre össze-vissza megyünk. Szűk utcákon, meredek utcákon, nem is találjuk a telket. De mindegy, közben Olivier már megebédelt, és jól lakott a nézelődik. Én ezt meguntam már, nagyjából itt szokott zajlani, hogy elmegyünk. Kinézek öt helyet, aztán elmegyünk kettőt, ha megtalálunk, aztán megunom. Úgyhogy... Irány haza. Okay. Gyorsan kilevetkőzünk. Megnézzük a pelust. Hú, de meleged volt neked ebbe a csillagba. Biztos tele van mindenféle jóval. Ilyen sok utazás meg torna után. Kis sárkány, mehetünk, kis sárkány. De le vagy cimad. Gyerünk. Nézd csak ide! Hogyan indítjuk ezzel? Úgy. Ennyi. Olyan simán átfordulsz babá. Op! Majdnem tovább fordulsz. Na hát. Elindultunk sétálni, eljöttünk otthonról, egyrészt azért, hogy Danit tudjuk egy kicsit, vagy hát hagyjuk egy kicsit dolgozni, mert ha otthon vagyunk, akkor általában nem tud olyan hatékonyan. A másik pedig az, hogy Olivier ilyenkor nagyon jót tud aludni, mint ahogy most is. A séták 80%-ában amúgy Olivier mindig alszik,
és én ilyenkor zenét szoktam hallgatni, illetve telefonálok. Mégpedig azért fülülhallgató van, mert a két kezemre elég nagy szükség van, mert itt a pesti utak elég kártyúsak, hogy egy kézzel nem tudom megoldani ezeket a dolgokat. Nemrégen kaptunk a Samsungtól, Dani is és én is, Galaxy Buds-ot, ami vezeték nélküli fülhallgató. Hát és imádom, egyrészt ugye nem gabajodok bele a vezetékébe, másrészt tényleg annyira praktikus, érintős a kis füles, úgyhogy váltani is tudok zenét, vagy hát fel tudom menni rajta a hívásokat. Igazából az egészről azt akartam kihozni, hogy ti mit gondoltok arról, hogy egyrészt zenét hallgatunk, vagy beszélgetünk sétálás közben. Ti szoktatok-e zenét hallgatni, vagy használtok a fülhallgatót, amikor babát sétáltatok? Én gyorsan is mondom saját véleményet erről. Én egészen addig fogom ezt csinálni, amíg Olivier ennyire picike, és tényleg javarészt alszik. Amint amúgy egyébként felébred, akkor én is kihasznom a fülest a fülemből, úgyhogy vele szoktam úgymond beszélgetni, vele legalábbis figyelni a reakcióit, hát ha sír, vagy hát ha van valami problémája. Lassan, mert félrenyelsz. Akkor egy sétáltunk, hogy ránk sötétedett, és Olivier is nagyon megéhezett. Olivier, hogy akarsz a süteménybe lenni? Hogy? Tudod, hogy finom lesz? Tudod, hogy finom lesz? Második kacagás! Istenem, de édes! Szeretnéd ustalszörétes lenni? Biztos minden szülő azt mondja, hogy az ő gyereke a legédesebb, de mi is ezt mondjuk, hogy a legédesebb. Minden pici csunki. Amúgy ma este csinál neked az a lusta asszony rétesét, hogy legyen miért, legyen motivációt, hogy éjszaka kigyere. Ja, akkor mint tegnap éjszaka, igen. Dani elment futni, úgyhogy ma nélküle fogom megfürdetni Olivért. De hál' Isten itt van anyukám, úgyhogy majd ő most segíteni fog. A vizecske kész, most hozom a fürdetőkrémet. És már csak Olivér hiányzik. Olivér, jöhetsz! Nagyon fáradt vagy, tudom, de nagyon gyorsak leszünk. Oké, és utána már aludhatsz is. Hoppá! Jó alapozom, megmosom az arcát, mert nagyon csúszik. Gyorsan betakargatjuk a kisbabát. Na és ezek után már semmi más nincs hátra, mint gyorsan megtörölgetem Olivért, aztán jön a vacsora, és aztán az alvás. Jajajaj, úgyhogy nem is húzom az időt, elköszönök tőletek. Nagyon jó kis napunk volt, remélem nektek is tetszett, ha igen, akkor jutalmazatok meg egy nagy lájkkal, és remélem, hogy találkozunk egy következő napi vlogban. Sziasztok!